Legközelebb már a nyárban köszöntjük majd nézőinket, hiszen június 6-án jelentkezünk az idei 11. körmendi böngészővel. A műsor hírösszefoglalójában beszámolunk arról a könyvbemutatóról, amelyen szót kaptak a Százszor szép Pas megye című kötet körmendi kötődésű társszerzői. Megmutatjuk, hogyan zajlott az idei várkert takarítás, és azt is, hogyan zárta le a negyeddöntőt az Égisz körmend csapata az oroszlány ellen, illetve hogy miként indította a Kecskemét elleni elődöntőt a csapat. Részletes tudósításaink között elsőként az idei Hősök napján megtartott körmendi megemlékezésről számolunk be, majd nézőink két filmet is láthatnak a közelmúltban városunkban megrendezett országos pálinka és törköly pálinka verseny történéseiről, melyeket a szervezők megbízásából készített televíziónk. Mindezt tehát június 6-án hétfőn 18:30-tól a Körmendi Városi Televízió csatornáján. Kapcsoljanak majd oda!